Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Városi Stadionból. Csáky Márton vagyok, ezekben a pillanatokban megkezdődött a Hódmezővásárhelyi FC Ferencváros 2 NB3 középcsoportjának hétközi bajnoki mérkőzése sárga-kék szerelésében lesz látható. A vásárhelyi csapat, a vendég fővárosiak pedig fehér mezben. És akkor rögtön ismerkedjünk is meg a kezdőcsapatokkal gyorsan a vendégeknél. Ötössel a kapuban Ardai Dominik, Alex, 8-assal Szabó Levente, 9-essel Hajdú Roland, 10-essel Pócsik Botond, 11-essel Nicolo Mazzonetto, 15-essel Molnár Tamás, 16-ossal Leandro, 18-ossal Köncei Márk, 21-essel Szabó Rihárd, 22-essel Orosz Marcell és 29-essel Őri Levente. A kispadon 5-en foglalnak helyet, ez nem túl sok, de lehet, hogy elég. 6-ossal Alessio Mazzonetto, 13-ossal Katona Bálint, 14-essel Zian Jones, 20-assal Regic Damir és 26-ossal Vida Kristóf, a vendégek vezetőedzője Máté Csaba. Hoppá, egyből egy nagy lehetőség a vendégek előtt, de Veselovski hárít. És ebből valószínűleg önök számára is világossá vált, hogy ezúttal is Veselovski Gábor a hazai kapuban 1-essel. 2-essel Zahorán Balázs, 4-essel Huszár Gergő, 7-essel Váradi Ádám, 9-essel Bata Kristóf, 11-essel Molnár Ádin, 14-essel Orosz Márk, 15-essel Ludánszki Bence, 16-ossal Katona György, 20-assal Tapiska Géza, 21-essel Bojtos Tamás, Esztát Kandó Róbert vezetőedző. Kezdő csapatait a mai délután a kispadon foglal helyet 12-essel Kandó Zsombor, 3-assal Tóth József, 6-ossal Gyüre Levente, 10-essel Orovec Ádám, 13-assal Mezei Olivér, 18-assal Kemény Oszkár és 22-essel Rau Gergő. Tehát valamivel nagyobb a merítési lehetőségek Andor Robert vezetőedzőnek, hiszen ő 7 játékost is nevezni tudott a kispadra, Máté Csabával ellentétben, aki csak 5-öt. De nem ezen fog természetesen múlni. A mérkőzés megelőzően egyébként a vásárhelyi csapat továbbra is bennmaradás jelentő 14. helyen áll. Ami érdekesség, ugye 36 pontot szereztek a srácok, eddig ugyanennyi, azaz 36 pontja van a Szekszárnak és a Vácnak is, ők találhatóak a 15. illetve a 16. pozícióban, előttünk pedig a Dunói Városnak van 37, az Újpest 2-nek 39, tehát itt elég nagy tülekedés várható azért, hogy megússzák a csapatok a kiesést, hát ez nem mindenkinek fog sikerülni, a vendég Ferencváros második számú csapata pedig negyedik a tabellán 62 ponttal. Tehát 26 ponttal szereztek többet, mint a vásárhelyi csapat. De ez persze nem jelent semmit. Négy mérkőzéses győzelmi sorozatot épített ki egyébként a HFC egészen a múlt hétvégi Kozár Michelin elleni mérkőzésig. Ott sikerült beleszaladni egy 3-0-ás zakóba. De az egy kalkulátó vereség volt, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen a Kozár Michelinek 7. a tabellán, tehát ők voltak annak a mérkőzésnek a favoritjai, és érvényesíteni tudták a papírformát, és otthon tartották a 3 pontot, de az azt megelőző 4 mérkőzésen 12 pontot sikerült gyűjteni az ESMTK, a Dabas Gyón, a Kőrös Ladány és a Taksony ellen. Most reméljük, hogy újra sikerül visszatalálni erre az ösvényre, a győzelmi ösvényre, de nagyon nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen azt azért mondhatjuk, hogy a mérkőzés esélyese a vendégcsapat. De egy dolog az esélyesség, más dolog ténylegesen ezt érvényesíteni, érvényre juttatni. Ez egy hosszúnak tűnő labda, mégis sikerül becsúszva bent tartani. Nagy lendülettel indul el. Pócsik. Leandro kérte volna, nem kapja. Ez így egy labdaszerzés Huszár évén. A Leandro név bizonyára sokaknak ismerős. Igen, arról a Leandroról van szó, aki braziliai születésű, de a magyar válogatottban is többször pályára lépett. Ő most itt a Ferencváros második számú csapatát segíti minden tapasztalatával és rutinjával.
És azt gondolom, hogy ez példaértékű. Próbálja itt a fiatalok fejlődését segíteni. És biztos, hogy egyfajta nyugalmat és stabilitást is kölcsönöz az ő jelenléte a vendégeknél. Akik egyelőre többet birtokolják a labdát, szemmel láthatólag ők próbálják irányítani a mérkőzést, és egyelőre teszik ezt sikeresen. Szabó. Egy kis birkózás. Egészen hátra játsszák. Molnár Tamásig, mezőnyjátékosok közül csak ő tartózkodott a saját tér felén. Az egy jó indítás, na lesz a jó beadás. Úgy tűnik, hogy van érkező ember, van elővés, van. Sikerül belevetődnie Váradi Ádámnak, mintha a kezére pattant volna a labda, de a játékvezető sípja néma marad, így sarokrugással jöhetnek a vendégek. Kellett ez a mentés. Hajdú Roland elég tisztán lőhetett egyébként. Most jön középre a szöglet, átszáll a hosszú oldalra, egy lapos lövés, mert ebben nem sok erő volt, Orosz Marcell próbálkozott. Bata. Váradi. Játszanák a jobb oldalra, de ez pontatlan. Bojtos próbálta volna megjátszani, de nem járt sikerrel. Leandro gyorsan elvégzi a bedobást. Ardai hátra. Köncei. És Molnár, majd Leandro. Egy újabb jó ütemű indítás. A beadás pontatlan, Ludánszki itt tisztázni tud. Bojtos. Meg tudja tartani? Nem. Az alapvonalon túljutott már a labda, vagy oldalvonalon, elnézést. Bedobással jöhetnek a zöld fehérek, akik most fehérek. Zöld nélkül. Váradi. Az még akár jó is lehet. Molnár Ádint viszont megelőzi a keresztező orosz. Köncei nagy lendülettel indul el. Az jó. Huszár próbálja a testérejét kihasználni Pócsik mellett. Ki is használja. Pócsik aztán szabálytalankodik vele szemben. Jogosan jár a szabadrugás kifelé. Veszelovszki kirúgása. Tapiska feje fölött átszáll, így Leandro tud már akciót indítani. Hajdú. Köncei, aki egyébként a vendégek csapatkapitánya. Leandro. Ez így jó Szabónak, Szabó ki a szélre orosznak. Orosz beadása jól jön középre, átszáll mindenki feje fölött, a túloldalon viszont még be lehet gyűjteni. És be is gyűjtötték Ardai révén. Most Bata már. Bata tovább. Tapiskának, ez eddig jó. Bojtos kéri a jobb oldalon. Helyett Katona, elnézést. Katona befelé cselez. Na, megvan az még. Na, Tapiska. Most kapja Tapiska. Miért nem lövünk? Molnár, lőjünk már. Lövünk, Molnár Ádin! Így kell csinálni, a semmiből rugunk egy gólt konkrétan. Megvan a vezetés, Molnár Ádin 10. perc legelején szerzett találatával, tehát Hódmezővásárhely FTC 2, 1-0. A helyzet kihasználásunk eddig tökéletes, egyből egy. Tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, és akkor nem lesz itt baj.
Nagyon szép ellentámadás volt egyébként, és örömtelőt sikerült így befejezni lövéssel és góllal. Molnár. Tapiska. Molnár. Lehet menni. Bojtos indul. Bojtos kapja. Bojtos nagyon gyors. Bojtost ellökik. Hát ez nem volt semmi. Ezek szerint nem. Hát elég véleményes maradjunk annyiban. Bojtos lenni is marad. Bojtos felsegítik. Játékvezetői labdával folytatódhat majd a mérkőzés. Oda is ejti Ardainak helyett Őri Leventének elnézést, ő a vendégek kapusa. Ezt most már próbálom tudatosítani magamban. Orosz, Szabó, Zahoránnal, ez így a miénk, hiszen Szabóról kerül ki a labda az oldalvonalon túlra. Zahorán dobhat. Bata irányába, Batát is tudja venni, le is tud fordulni, és Tapiskát meg is tudja játszani. Csak hogy kijusson a jóból rendesen nekünk, Tapiskát a hosszú oldalra, Bojtosnak ez így hosszú. Ő is mondhatjuk, hogy mély. Őri gyorsan kidobja Molnárhoz. Könce elindul, mivel senki nem támadja meg. Majd most Váradi személyében érkezett a kíséret. Orosz. A Szabónak jó, de Szabó lesen áll. Kifelé jár a szabadrugás. Veszelovszki a szabadrugással. Katona tudja megcsúsztatni, Batától elpattan, Leandro. Huszár jön ki a védelem tengelyéből és lép oda, Váradi, megvan az, Bojtos. Kapja tőle Bata, Bojtos kérné vissza, áj, ez kicsit pontosabb, akkor Bojtos mehetett volna. De megvan az még, össze tudja szedni, dobással jöhetünk. Tapiska birkózik. Aztán Bojtos segít neki. Na meg lesz-e? Megvan. Most Bojtos. Tapiska sarokkal tovább. Jön a beadás. Elcsúszik Molnár. Zahorán pedig oda pakol egyet Szabó Leventének. Szavakban fenyelmez egyelőre a játékvezető. Szabó, méghozzá Richard, hiszen van egy Levente is. Ajj, Bata. Oda rugott egy aprót, finomat, de mégis olyat, hogy szabad rugás járjon érte. Szabó, Richard. Köncei. Próbálnak türelmesek maradni. Labda szerzés Váraditól, akit aztán felborítanak, jogosan jár a szabadrugás.
Eltelt negyed óra a mérkőzésből. Molnár Ádin 10. perc legelején szerzett találatával, továbbra is 1-0-ás hazai vezetés. Kemény becsúszó szerelés. Szabályos volt. Szabó Levente irányába a kiugratás. Ez így Veszelovszkijé. Zahorán már kapja, lehet menni, hatalmas terület van előtte. Bata kapja, majd Váradi. Az jó lehet Zahoránnak. Nagy futóverseny alakul ki a bal oldalon. Így mi dobhatunk. Mondom én. Az asszisztens nem ért egyet velem, és a játékvezető az ő döntését támogatja, tehát vendégbedobás. Huszár. Ez így megvan Katonának. Rá is vezetheti. Tapiskának tennék ide, ez így már les. Nem csak, hogy tenné, tette is. Kifelé szabad. Kifelé szabad a rúgás. Nem marad Molnár Tamás, hogyha minden igaz. Úgy tűnik ápolásra is szükség van, úgyhogy szusszalhatunk egyet. Akkor amíg áll a játék, elmondanám a forduló párosításait. Egy fővárosi rangadó, amelyen a Budapest Honvéd MFA 2 az Újpest 2-t fogadja. Ezt azt hiszem le is játszották, már az eredményét majd megnézem, és közlöm önökkel. A Szekszárd a Kozár Michelint fogadja. 2-1-re nyert a Honvéd, most kapom az információt operatőr kollégámtól, nagyon szépen köszönöm neki. SMTK Taksony mérkőzés van, még a Dabasgyóna Kőrösladánnyal játszik, a Svese a Dabas gárdáját fogadja, a Rákos Mente a Monorral játszik, az Iváncsa a sereghajtó Majosiakkal, Vác Paks 2 és Dunaújváros Kecskemét. Hát ez egy ilyen nagyobb múltú párosítás. De most itt tartunk, hogy a harmadosztályban találkoznak. Ezek tehát a forduló párosításai. És ha már ezt megnéztük, akkor annyit még elmondok, hogy a következő körben a srácok majd a Paks 2 vendégeként fognak szerepelni, és azt követően pedig az Újpest 2 látogat ide Hódmezővásárhelyre, tehát a Ferencváros után az újpestieket is vendégül láthatjuk itt a Városi Stadionban. Mindig ápolják a vendégek játékosát, tehát most jelen állás szerint egyel kevesebben vannak a pályán, ennek ellenére próbálnak dominálni. Pócsik, becsapdázzuk ott. Orosz volt nagyon határozott. Leandro kikíséri, jutalmaz, hogy dobhat. És cserél lesz, most jelzik Máté Csabának, hogy cserél lesz szükség. Ez egy jónak tűnő indítás, de Huszár figyelt és szerelni tudott. Molnár Ádin irányába. Molnár Ádin egy átemelős csellán próbálkozik. Leandro húzódik most vissza egyébként Molnár Tamás helyére. Nem tudom, hogy mikor tervezik a cserét végrehajtani. De egyelőre nem. Orosz. Oroszunk nekünk is van. Vendégdobás jött.
Két labda a pályán. Ez így nem szabályos, most már csak egy, úgyhogy folytathatjuk. Orosz bedobása. Leandro. Most jut el a jobb oldalra Oroszhoz. Orosz egyből tovább, az úgy jó, egy pörgetés. Most sikerül lövésre letenni, és a lövés sikerül beleblokkolni. Pócsik lövését tudtuk így ártalmatlanítani. Szöglettel jöhetnek viszont a vendégek. Az képest, hogy arról volt szó, hogy cserél lesz, most úgy néz ki, hogy visszajön Molnár Tamás. Játékvezető jelzi is neki, hogy lehet jönni. Most mire várunk vajon? Molnár mégse jött vissza. Jól jön középre a szöglet, de ezt könnyűszerrel kifejeli Katona. Most engedi vissza a játékvezető Molnár Tamást. Kíváncsi leszek, hogy hosszú távon vajon tudja majd folytatni. Egyelőre most megpróbálkozik a játékkal. Hátra kerül a labda egészen Őri Leventéig. Pocsik. Hát ez senkinek se jó. És hát Veszelovszkinak igen. De ő nem ferencvárosi színekben futballozik. Veszelovszki kirúgása hosszan előre száll. Ez így köncejé volt. Leandro tovább. Majd Hajdú sikerül bent tartani. Na nézzük, Orosz mire megy az emberre. Leszereli nagyon simán, könnyedén. Ez hazai dobás kell, hogy legyen. Eltelik már az első félidő fele, 23. perc végén járunk, továbbra is egy nullás vásárai vezetés. És milyen jó ezt kimondani. Rossz bedobás a Batát találja meg, Bata sarokkal tovább Tapiskához, ez még jó lehet, mondom én. Orosz. Hátra kerül megint Őrig. Az képest, hogy úgy indult a mérkőzés, hogy nagy mezőnyfölényben voltak a vendégek, most úgy szemlátomást nem igazán tudnak mit kezdeni a Vásárhelyi védekezéssel és védelemmel. Huszár remek ütemben megint. Váradi. Szabadulni kellene attól a labdától. Valahogy így. Molnár felpörgeti. Minek? Teljesen felesleges volt. Huszár becsúszva. Állítsuk már meg. Na most létszámfölény, vagy létszámazonosság legalábbis. Pócsik. Leandro. Lő. Elkerüli a kaput. Ez veszélyes próbálkozás volt Leandrótól. De egész sokat kellett várni itt az újabb lehetőségre. És ez sem talált kaput. Vagyis ez nem talált kaput, hiszen volt egy kaput eltálló jó próbálkozásuk. Még a mérkőzés legelején akkor kellett Veszelovszkitől a bravúr. Katonát rúgja föl Leandro. Jogosan jár szabadrugás. Huszár Katonát választja. Zahorán. Bent van az még hiába. Integet itt valaki is. Bárki is. Szabó Levente. Ez így hazai dobás.
Bata. Váradi kapja. Váradi lőne. Leandro blokkol. És ebből indulnak meg. Váradi aztán oda csúszik. Ezzel sikerül némleg megakasztani a vendégek ellen támadását. Orosz kap sárgát. Lehet, hogy Váradi is. Úgy van. Na tehát itt a Leandroval történt szabálytalanság miatt besárgul Váradi is és Orosz is hazai részről, gyors egymás után, és a vendégek szabadrugására várunk még mindig. Sikerül elvégezni. Napi találós kérdés a válasz, és a megfejtés az, hogy igen. Köncei. Úgy tűnik, hogy nem lesz baj Molnárral, és fogja tudni folytatni. Bata nagy küzdelemben sikerül kiharcolni egy szabadrugást. Ludánszki elvégezte. Katona már. Katona tartja. Szétárja a karját, hogy ugyan kinek adjam, gyerekek, valamerre mozogjatok már. Aztán Zahoránt megtalálja a bal szélen. Zahorán Szabó Leventével szemben nem tudja átjátszani, pedig Molnár Ádin már kérte volna tőle. Tapiska kapja Zahorántól itt a bedobás követően, aztán felrúgják. Na, lesz egy kis fegyelmezés Szabó Rihárnak is. Vajon lappal, vagy csak szavakban? Csak szavakban. Ennyi bennyi irgumburgum vasfazék. Szöglettel felérő szabadrugás, ahogy Kandó Róbert is mondja a vásárai kis pad mellől. Váradi fog oda battyogni a letett labda mögé. Játékvezető sípszavára szabad majd elvégezni, leghamarabb is. Egy személyes sorfal. Meglepődnék, hogyha Váradi innen rátekerné. Na nézzük, Váradi. Rövidre lövi be. Katona még be tudja gyűjteni, Katona. Aztán hátra játsz egészen Zahoránig. Nem volt más választása. Orosz. Kellene, hogy segítsen neki valaki. Orosz térül, fordul. Bata. Na, hol a labda? Tapiskánál. Most Orosz beadása, belekapnak. Molnár még meg tudja csúsztatni, de ez így Őrinek csemege. És köszöni szépen. Köncei. Vissza tudunk zárni, úgyhogy gyors ellentámadás valószínűleg nem lesz már a dologból. Leandro. Pócsikot sikerül Ludánszkinak megelőznie. Ez így hazai dobás. 30. percben járunk már. Továbbra is vásárei vezetés. Leandro. Szabó Leventéhez. Jön Orosz a jobbján, vajon látja-e? Igen, eljut Oroszig. Dánszki.
Dánszki kitör a védelem tengelyéből, Tapiska. Egy visszahúzós csel, ez így Zahoránnak jó, és Molnár előtte akár kaphatná, és most meg is kapja, Molnár. Váradi. Huszár. Hátra kerül egészen Veselovszkijig most. Jól ne elrugni. Orosz. Katona szép labda kihozatal. Pontatlan volt Katona átadása Bojtos felé, Bojtoshoz. Valahogy az az ember érzés, hogy elnézve a vendégek játékát, hogy leginkább az átütő erő az, ami hiányzik, hiszen hogy teszik-veszik a labdát, de érdemi lehetőséget nem igazán tudnak kialakítani. Ugye Leandro fölé mellé szálló lövése is 7 perccel ezelőtt volt, azóta, hogy igazából nem történt semmi. Már ami a vendégek támadó játékát illeti. Itt Pócsik elég keményen ment oda, és csapott össze Zahoránnal. Ezért is a nagy felháborodás. De Zahoránt is kemény fából faragták. Bojtos. Tapiska. Na, lehet menni. Érkezik a jobbján Bojtos. Nem ő fogja kapni, hanem Bata. De Batát meg megelőzi Köncei, aztán Tapiska oda tapos neki. Leandro. Ez jó volt Hajdúnak, de Hajdú nem tudta, hogy most átvegye vagy passzoljon, és így leginkább elpattant tőle. Ardai. Kezdődik az újabb türelemjáték. Türelemjáték sokadik felvonás. Kérdés az, hogy lesz-e eredménye. Leandro. Ki a szélre, Oroszhoz. Na nézzük. Orosz, egy finom csel. Molnár nagyon bekajálta. Köncejig jut el a felszabadított labda. Köncei el is indul, hiszen nem nagyon támadjuk. Szabó Rihártól kapja Orosz. Hát itt nem tudom, mi volt az elképzelés, de nem nagyon értették meg egymást Leandroval. Tapiska fel az égbe. Na, az úgy még jó lehet Bojtosnak. Némi zavar, Bojtos, ő nagyon gyors viszont. Bojtos. Bojtos, ott egy kötény, aztán Bojtos jelesik. Ezek szerint nem történik szabálytalanság. Még szépen csinálta Bojtos, ez így hazai dobás kell, hogy legyen. Bojtos sebességére lehet építeni, az biztos. Az ilyen szituációkban. Bata. Bata! Neki is odarúgnak ám. Ó! Őri nem volt a helyzet magaslatán, de aztán javítja a hibáját. És Szabó Levente indul már el nagy lendülettel, Tapiska húzza, vonja, és lehet, hogy Tapiska jutalmú kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Hazai oldalon már a harmadik sárgalapos figyelmeztetés. Vendégrészről még nem volt, és ezt nehezményezte Kandó Róbert, a hazaiak vezetőedzője. Mondhatjuk, hogy jogosan. Hiszen hasonló szabálytalanságok voltak a másik oldalon. Gondoljunk csak Pócsik összecsapására Zahoránnal, az lehet, hogy megért volna egy lapot. Köncei.
Egy hosszan előreívelt labda, Huszár megcsinálta a cselt, hogy úgy csinál, mint a fejelne, közben nem. És ez így Veselovszky. Bobi, tessék ott rendesen beállni! Szép voltak! Rendesen! Dudanszky. Na, merre fog elindulni? Na, inkább vissza játsza Veselovszkyhoz. Huszár. Nem nagyon tudunk most elindulni. Meg jó lenne. Oroszt megelőzik, viszont ez így Ludánszkyhoz kerül. Ludánszky hosszan előre, Bata irányába. Nem is volt ez olyan rossz egyébként. Köncei. Leandro majd őri. Hajdú kapja. Köncei. Így, Huszár itt nem labdát talált. Szabó viszont még bent tartja. Szabó. Orosz mellett a csel. Szabó Leventéről van szó, nem Richardról. Csak hogy egészen tényszerűek és pontosak legyünk. Ahhoz képest, hogy komoly lehetőség is kialakulhatott volna, hogyha Szabó esetleg kicsit határozottabb, most visszakerültek a félpályáig. Zöld-fehérek. Köncei. Az egy labda szerzés Batától. Hát ennyi. Kinnál a kapus. Bata laposan. De a kapu nem volt veszélyben. A melegítő vendégjátékosok sem, de feléjük ment a labda. Batával mi történt? Ápolásra lesz szükség. Addig lehet kicsit frissíteni itt a kis padok mellett. Reméljük, hogy Bata sérülése nem komoly, és tudja majd folytatni, hiszen rá nagyon nagy szükség lenne itt az előrejátékban. Batának le kell jönni itt az ápolás követően. De szerintem nem lesz gond, minden esetre Horovec Ádám elment melegíteni. Nem tudom, hogy ez jelente bármit is. Tekintve, hogy szűk 7 perc van az első fél időben, jól lenne, ha megpróbálkoznánk még Bata játékával. És akkor a szünetben el lehetne dönteni, hogy van-e értelme a folytatásnak, vagy nincs. Molnár tovább Könceihez. Váradi kap bele. Zahorának kell figyelnie, hiszen Szabó próbálja pressingelni. De Zahorán nagyon ügyesen kikíséri, így kirúgással jöhetünk. De hogy ért bele a sárga? Itt azt mondják, hogy beleért, senki nem ért bele. Pócsik. Visszahúzza Váradi mellett.
szabadrugást kapnak, de mire? Hogy dueletet labda mögött. Onnan lőni azért valószínűleg nem fog. Úgyhogy egy személyes sorfal áll vele szemben Molnár Ádin személyében. Ez inkább egy beadás lesz. Így is van. Váradi fejeli ki könnyedén. Hajdú még egyszer. Ezt is kifejeljük. Viszont megtartani a labdát nem tudjuk egyelőre. Hajdú. Köncei. Tapiska próbálja támadni. Leandro beadása, Veselovski öleli magához a labdát. Történik mindez a 42. perc legelején. Orosz és Szabó. Bojtos. Bata. Tapiska, na lehet rávinni a védőre, Tapiska elbizonytalanodik, és aztán pontatlanul játsza meg Molnár Ádin, de Molnár Ádin még bent tudja tartani. Molnár, jön a beadás, ez kifejlik, viszont ezt be lehet még gyűjteni Tapiskának. Tapiska, Váradi, mozog be a védők mögé, aztán fölborítja Oroszt, kifelé szabadrugás. 3 perc még az első játék részből, plusz amennyit rátesz a játékvezető, az szerintem maximum 1 perc lesz. Mert volt itt ugye 2 hosszabb ápolás, úgyhogy amiatt lehet, hogy több. Ezt hamarosan megtudjuk. Leandro. Szabó Levente. Most a másik oldalon van ugye a mérkőzés eddigi nagy részében, itt a jobb oldalon próbálkozott, most átment a bal oldalra. És egy szép szerelés Orosztól. Szöglettel jöhetnek a vendégek. Hajdú megy le a szögletzászlóhoz. Na nézzük ezt a szögletet. Jó, ott tekeredik középre. Hát mindenki feje fölött átszállt, úgyhogy annyira mégsem volt jó. Orosz ki fogja kísérni. Orosznak esélye sem volt a másik orosznak. Oroszok egymás közt. Zahorán dob majd. Bata elpattant tőle, pont Leandro elé. Ki át tudja játszani Mazzanettohoz. Aki lő is. Veselovski véd. Ez egy újabb lehetőség. Ludanski. Ez pontatlan ívelés. Viszont Tapiska még próbálja megmenteni. Katona sietett a segítségére. Aki kap egy szabadrugást. Belül vagyunk az utolsó percen, itt az első félidőben. 1-0-ás Vásárhelyi vezetés. Nagyon fontos lenne itthon tartani 3 pontot itt a kiesés elkerüléséért. Vívott csatában. Ezt mondanom sem kell. Szép. Váradi. Zahorán. Molnár. Váradi. Molnárral kicsiben próbálják ott megoldani. Zahorán, Váradi. Dobhatunk. Nem egyértelmű, hogy 1 vagy 2 perc lesz a hosszabbítás. Én is az egyik szögből egyet láttam, a másikból 2, akkor lesz másfél. Tapiska nem volt még kint.
Tapiska most középre. Pócsik. Na, hol a labda? Szabad rugás kapunk, elég jó helyről, jó távolságból, akár kapura is lehet majd lőni. Háromtagú sorfalat kér, Őri, az más kérdés, hogy megkapja-e, valószínűleg igen. Váradi, az jó, csak ütni tud Győri, és aki pattanod meg a kapuba pofozzuk. 2-0 itt a hosszabbításban sikerül 2-re növelni az előny, Bojtos Tamás volt ott, és rúgta be a kipattanót. Őri nem merte fogni, de nagyon rossz helyre ütötte, és a vendégvédők pedig elaludtak, ezt használta ki Bojtos Tamás. Sikerült át megduplázni az előnyt, Hódmezővásárhely FC, FTC 2, 2-0. Továbbra is nagyon jó a helyzet, kihasználásunk. Váradi keményen meglőtte, azért nem merte fogni Őri. De a vendégvédők nagyon elméláztak és nem figyeltek erre a kipattanó labdára. Nálunk meg többen is rácsaptak volna, Bojtos lett a nyerő. Ludánszki, jáj, oda léptek neki és a játékvezető. Mondom én, szabadrugást ítél, azt hittem, hogy lefújja, de aztán meggondolja magát, lefújja. Mezőnyfölényben játszanak a vendégek, azt mondhatjuk, de a gólokat mi szereztük. A 10. percben Molnár Ádin, a 47. legelején pedig Bojtos Tamás tudott eredményes lenni, ennek köszönhetően a szünetben HFC FTC 2-2-0, innen folytatjuk hamarosan. Pillanatokon belül folytatódhat a mérkőzés a második félidővel, és nem csalás, nem ámítás. Négyet cserélt a vendégek vezetőedzője Máté Csaba. Azt majd menet közben kiderítjük, hogy kik jöttek le a pályáról. Azokat viszont fel tudom sorolni, hogy kik érkeztek. 13-assal Katona Bálint Lajos, 14-essel Zien Jones, 20-assal Damir Redzic és 26-assal Vida Kristóf. Ők azok, akik tehát jöttek. Menet közben kiderül, hogy kik mentek. 8-assal Szabó Leventét kapásból nem látom. Őt elkönyvelhetjük egynek. Tapiska, szépen kifelé cselezett, Tapiska, még egy jó csel, Tapiska, Tapiska esik el! Hát nem hiszem, hogy nincs semmilyen ítélet, itt egyértelmű szabálytalanság történt, 11-essel kellett volna, hogy jöjjünk. Nem látom a 9-es számú Hajdú Rolandot sem, akiről érdemes megemlíteni, hogy Vásárhelyi nevelésű játékos, 14 évesen került a fővárosba. Úgyhogy ő úgymond hazatér, de őt nem látom, tehát Szabó Levente mellett ő sem folytatja. A 11-es számú Nicolò Mazzonettót sem látom, ő lehet a harmadik. Most ebből baj lehet. Baj van, gyorsan sikerül szépíteni a vendégeknek Pócsik Boton találatával. A 47. perc elején sikerül a szépítés, tehát a vendégeknek nyilván volt eredménye a 4-es cserének, hiszen gyorsan gólt tudtak szerezni. Ludánszki hosszan előre. Bata nem túl nagy meggyőződéssel megy a labda és az ember után. Vida, majd Leandro. Labdaszerzés Katonától. Molnár.
talán Arda a negyedik, akit nem látok, tehát vele teljes a kép. Szabó Levente ment le Hajdú Roland, Nicolò Mazzonetto. És errefel ott megjelenik Ardai, akkor nem tudom ki a negyedik, de ne is foglalkozzunk ezzel. Tovább egy szép csel Jones-tól. Az egy dobás. Ludánszki is végzi a bedobást. Orosz. Tapiska szépen. Zahorán. Zahorán, ebbe belelépnek, ez így szöglet. Jön előre a védelem tengelyéből Huszár és Ludánszki is a szögletnél. Váradi jön majd kicsiben Molnárral, kapja vissza, most jön középre a labda, ami senkinek sem lesz jó. Átszáll a hosszú oldalra, Bojtos próbálja meg begyűjteni még. Bojtostól kéri Tapiska, aki kapja is. Tapiska Leandro mellett dobhatunk. Becsúszva szerelt Leandro, a vendégek rutinos játékosa. Orosz pedig jön dobni. Bata. Ez így szöglet. Ajjaj, Bata nem biztos, hogy tudja folytatni. Most mutatja is, hogy cserét kér, úgyhogy hazai oldalon is kénytelen lesz Kandó Róbert vezetőedző végrehajtani az első cserét. És Orovec Ádám fog majd érkezni. Ott a Kristóf el is hagyta a pályát. Na, szöglet átszel a hosszú oldalra. Ludánszki. Őri megint kiejti, de aztán másodjára már megvan neki. Vida. Majd Ardai. Molnár Tamás a negyedik, aki nem folytatta vendég részről, tehát Szabó Hajdú, Mazzonetto és Molnár. Csak összeállt a kép, így 6 perc játékot követően, de jobb későn, mint soha. A helyükön ugye Katona, Jones, Redzis és Vida. Jó kis nyelvtörő. Vida nyesi középre. Huszár könnyedén hatást tanítja, aztán Váradi teszik oldalra, Orovec sajnos nem érhet még hozzá, hiszen még nem lépett pályára. Huszár, tisztázni kellene. Őha, Leandro, sikerül belelépni Orosznak, de jókor volt jó helyen. És most jöhet majd a csere, Mata ugye már lejött, úgyhogy Orovec jöhet is a pályára. Jön a szöglet. Ja, ik ben er al.
Ági, egyszerű legyen! Arabek! Veszelovszky laposan, hát ez így senkinek sem jó. De nincsen semmi baj, természetesen. Tapiska, most ő fog előre toltan játszani Bata helyén. És Váradi lesz az, aki Tapiska helyét veszi át. Egy sorral hátrébb. Orosz, Váradi elcsúszik. Bojtos. Váradi sarokkal. Ezt Vida olvasta. Vida térül, fordul. Bojtos. Orovec elpasszolja, nagy hiba. Jones indul el nagy lendülettel. Dobhatunk. Tapiska nem tudja bent tartani. Tapiskának van már egy sárga lapja, úgyhogy nem kéne szórakozni ilyenekkel, hogy most adom a labdát, vagy nem adom. Hiába akarta odaadni, ne foglalkozzon a labdával, menjen onnan. Hátra játsszák Könceihez. Leandro indítása Vidához, Vida nem tudja elevenni. Ez így hazai dobás. Közben elkezd esni az eső. Csak hogy szaporodjanak itt a gondjaink. Bojtos. Hát az elég kemény beépő volt Leandrótól. Mégis néma marad a síp. Itt azért lehetett volna fújni egy szabadrugást. Orosz. Hátrébről kell elvégezni. Ez is a játékvezető, nincs ezzel semmi probléma. Katona cselezget, megszerezzük a labdát, de valamiért elveszi a játékvezető, véleményes szabálytalanság. Mondjuk én nem láttam semmit egész pontosan, de ő igen. Köncei. Szabó Richard. Az ott szép volt. Regics. Lőni fog, lő. Így, jó kis lapos próbálkozás, valaki beleért, és szöglettel jöhetnek. Regis az egyik, aki lemegy a szöglet zászlóhoz, de vele tart Katona is. Lehet, hogy kis szöglet lesz. De nem. Regis beinteget, aztán ballal tekeri középre a rövidre, átszáll mindenki mellett. Ó, Leandro mit hagy ki? Hatalmas lehetőség maradt ki, nem sikerül kaput találnia Leandrónak, pedig ez nagy lehetőség volt. Veszelovszky kirúgása jöhet majd. 12 perccel is telik már a második félidőből, 2-1-es Vásárhelyi vezetés. Ugye a félidő legelején szépítettek a zöldfehérek. Molnár és Leandro csapott össze. Hazai dobás, jelzés az asszisztens. Vendég dobás jöhet, csak a labdaért el kell menni, hiszen az jó messzire elgurult. De most visszajut a játékszer.
és sikerül is elvégezni a bedobást. Ardai, ő játszik Molnár helyén, most a védelem tengelyében Köncei mellett. A rossz labda szerzése, ez pontatlan Váradinak, kicsit elkapkodta. Vida. Meg kellene állítani Szabót. Katona. Vida. Kapja vissza. Vida. Laposan középre, elsuhan keresztbe. Pócsik nem tudott már beleérni. Nyomnak, nyomnak a vendégek, de egyelőre megússzuk. Leandro merre veszi Veselovszky kirúgását, aztán odarúg Váradinak. Elég nagy a respektje egyébként, hiszen nem egy és nem két szabálytalansága volt már, de ez idáig megúszta lap nélkül. Molnár. Az jó Váradinak, Váradi ki tud-e lépni Köncei mellett? Nem, Köncei szépen kíséri ki, kirúgással jöhetnek a vendégek. Őri szemmel láthatóan kapkod. Okkal tesz, hiszen hátrányban vannak. Bojtos. Egyből vissza Tapiska irányába. Tapiska futhat, és Tapiska tud futni, hogyha arról van szó. De Köncei jobb helyzetben volt, így meg tudta előzni a hazaiak 20-asát. Nem tudják bent tartani hazai dobásját. Ardai nagyot küzdött, de nem járt sikerrel. Rovec leviszi a sarokba, ide-oda pattog a labda. Regicset nem tudjuk megállítani egyelőre. Kellene egy aprócska taktikai szabálytalanság, de a labdát szerzünk, az még jobb. Legyen már meg. Jó, ez így jó. Ebből tudunk indulni. Játékvezető beleért a labdába, és ezért tudtunk volna könnyen indulni. Volt némi egyet nem értés, hogy kinek is kellene jönni a játékvezetői labdát követően, de ezen gyorsan túllendültünk. Máté Csaba űzi, hajtja az övéit. Hát még van hátra szűk fél óra, hosszabbítással együtt lesz az annyi. Úgyhogy nincsenek még elkésve semmivel, bár szerintem ők nem elégednének meg az egyenlítés, hanem a fordítására kopakjukban. Hoppá! Veselovszky remek ütemben jön ki a kapuból, és tudja megelőzni Jones-t. Veselovszky kirúgása Bojtos irányába száll.
Bojtos mehet, meg is van a labda, középen kellene érkezni, de Bojtos akár egyedül is befejezheti. Bojtos, van egy védés, tapiskája, kipattanó, lőjük már le. Ezt megblokkolják. Nagy lehetőség maradt ki. Nem sok ilyen, és hasonló lesz szerintem a folytatásban, ezt jó lett volna kihasználni. Egy lapot lehetne kiosztani, kedves játékvezető úr. Nem fog. Hogyha a vendégeknek ellen lapot kiosztani, akkor szűk markúan bánik ezzel a lehetőséggel, és nem él vele. Bojtos nagyon ügyesen használtak egyébként ezt a védelmi meginkást. Góra azonban nem tudta váltani a lehetőséget. Huszár a szabadrugással. Az tapiska irányában jónak tűnik, mondom én. Nem volt jó. Ardai és Köncei a labda kihozatallal. Vidát is beveszik a buliba. Bojtos nagyon ügyesen támad le megint. Nagyon harcos, nagyon küzd. És ezt nagyon jó látni. Aprócska szabálytalanság, amiért jár a szabadrugás. Nem onnan kell elvégezni. Szabó Riárd elvégzi. Ez így már megfelelt a játékvezetőnek is. Nem volt les. Tapiska. Na, hol a labda? Most van meg. Köncei. Hardaihoz. Hardai. Na, most lehetne indulni. Kettő a kettőben. Váradi. Jön a túloldalon Orovec. Kapja is. Orovec. Orovec ügyesen tartja meg. Bojtosnak pontatlan az átadás, de így jó. Bojtos kibirkózta magának. Bojtos. Orosz. Váradit megelőzik, Váradi pókfocizik egyet. Ez egy jó indítás sajnos Pócsikihoz. Pócsik. Huszár löki testtel. Mi az ítélet? Nincs semmi. Szabályosnak minősíti a játékvezető. Huszár Gergő minden rutinját bevetett ennél a szituációnál, és megakadályozta, hogy Pócsik helyzetet alakítson ki, és adott esetben gólt szerezzen. Köncei. Leandro. Jones. Regic Leandroval. Az úgy kézre pattan. Na, hol a labda? Leandro. Lesz-e lövés? Vagy nem lesz-e? Most pattan meg. Hát itt tényleg kézre pattan kétszer is a labda, de vétlennek minősíti a játékvezető. Vehemensen reklamálták vendég oldalról a 11-es, de elmarad. Tapiska. Váradi. Az szép. Molnár Ádin lő a kapuba, de lesről teszi mindezt. Mindenesetre szép támadás volt. Váradi vigyázott arra, hogy Jones ne tudjon megindulni. Orovec, Bojtos, Tapiska kap egyet. Nyár a szabadrugás.
Tapiska. Orosz. Mondanám, hogy bent tartotta, de az asszisztens szerint nem. Úgyhogy vendégdobás jöhet. Ez mi volt? Orosz. Pócsik tartja. Üha, az magasnak tűnik. De orosz ügyjel bajja, mégis bent tartja. Leandro. Ludánszki. Ez még jó is lett a piskának, utána is megy. Ebbe belekap. Hátrébről kell végezni természetesen. Hát mondom, talán jó lesz. Visszafejelik, de már lesről teszik mindezt, úgyhogy kifelé jár a szabadrugás. Veszelovszki azért véd, biztos, ami biztos alapon. Veszelovszki a szabadrugással. Na, egy hiba, le lehet csapni, Horovec be kell lőni, hova lövi? Hogy nem lehet onnan eltalálni a kaput? Hűha, hát mi marad itt ki? A meccslabda volt Horovec Ádám lábában, és sikerült nagyon csúnyán eltörni. Szerintem lőni akart, nem passzolni, de hát... Ezt be kellett volna lőni. Nem baj, lépjünk túl rajta. De még nem fog hiányozni a végelszámolásnál. Tapiska nagyon küzd. Pocsik. Váradi szabályos, tiszta szereléssel lehet is indulni. Bojtos nagyon gyors és jól lép ki a leshatáron. Őri átakarítja, de csak röviden. Zahorán. Horovec tovább, ez jó. Molnár emelné föl. Tapiska tartja, aztán még mindig tartja, jó lesz ez, Tapiska, most esik el, nyár a szabadrugás, Tapiska harcolt, aki nagyon ügyesen. Mezői Olivér fog érkezni hazai oldalon. A letett labda mögött pedig Váradi Ádám marad, Horovec is ott van, de Váradi fog valamit kitalálni. Előre jött Huszár és Ludánszki. Tapiska is ott van, ugye ő is jó fejelőjátékos.
Jó, az Őri megint nem tudja megfogni. Nem tudom, volt olyan labda, amit megfogott elsőre, vagy minden csak sokadik szándékból, vagy úgysem. Huszár. Meghúz egy cset. Huszár most teszi középre. Jól jön. Váradi elő a kifejelik. Ludánszki teszi vissza. Tapiska. Orosz. Huszár. Hát ez pontatlan. Semmi baj. Leandro. Köncei. Leandro jön hátra és kéri el a labdát. Tapiska mellett nem tud elmenni. Ne már! Oké, hogy valakinek nagyon respektje, de hogy ennyire... Semmi nem történt, de kaptak egy szabad rugást. Mező Olivér érkezik Molnár Ádin helyére, aki a túloldalon hagyja el a pályát. Tehát elkönyvelhetjük a második hazai cserét is. Jones. Orovecet letarolják. Végre lesz lap. Így van. Hardai kapja. Nincs mit. Huszár jöhet a szabadrugással a félpálya magasságából, félpályáról egész pontosan. Az eső pedig egyre jobban esik. Katona. A szép. Horovec. Na lesz-e belőle valami? Horovec. Térül fordul. Kim volt-e, nem volt? Horovec. Most középre ki tudják vágni, de van érkező ember orosz révén. Orosz. Tapiska. Orosz érkezik a jobbján, nem kapja egyelőre. Tapiskát itt egyértelműen felrúgják, és megint mi az ítélet? Hát ez belül volt. Szabadrugást ítél a játékvezető, ez egy ilyen köztes megoldás, hát ez vagy 11-es lett volna, vagy semmi. Játékvezető sárgalapos figyelmeztetésben fogja részesíteni Kandó Róbert vezetőedzőt, aki szerintem joggal reklamál. Ez inkább belül volt, mint kívül. Ne feneldje meg. Bojtos a labda mögött. Nagyon közel van az a sorfal, nem? Ez egy költői kérdés, amire nem fogok választ kapni, de így innen nézve 7 méterre állhatnak maximum, nem 9-re. Pócsik oda is áll a gólvonalra, hogyha Bojtos valami huncutságra készülné és rátekerné. Mire várunk? A játékvezető sípjelére valószínűleg, de középen még rendet kell rakni. Itt egy kis csoportos foglalkozás keretén belül. Megtörtént a rendrakás. Bojtos. Laposan. Ez így trükkös, de nem jó. Mezei. Esik el. Ezért természetesen nem fog járni semmi. Bojtos. Nagyon hasznosan játszik.
12,5 perc még a rendes játékidőből, de valószínűleg jó pár percet rá fog tenni a játékvezető. Úgyhogy még egy negyed óra biztos, hogy hátra van a mérkőzésből. Úgy tessenek kalkulálni. Hátul azért néha bizonytalankodnak a ferencvárosi játékosok. Ordai. Vida. Labdaszerzés, lehet menni, 3-3-as szituáció, alakulhat ki, egy kőkemény ütközés, újabb figyelmeztetés, sárgalapos, Szabó Rihárd kapja. Hányas volt a sárgalapos? 21. Karikát láttad. Megvan tehát a második sárgalapos figyelmeztetés, és Szabó Rihárd is besárgul. És újra Huszár a szabad rúgással. Zahorán. Tapiska irányába. Tapiska tovább tudja fejelni, és ez még jó is lehet. Mezei. Teszi-veszi. Ez így dobás. Hazai dobás kell, hogy legyen. Így van az asszisztens. Kisegíti a játékvezetőt. Leandro. Jones szépen veszi át. Viszont indulni nem tud Ludánszki. Nagyon kell, hogy jön, mert Pócsik nagyon gyors. Ludánszki. Ki tudta rúgni. Ez nagyon kellett, ez a felszabadítás. Nem tudja átvenni Vida Kristóf, úgyhogy az jó is legyen, úgyhogy kirúgással jöhet Veszelovszki. 10 perc a rendes játékidőből, továbbra is 2-1-es hazai vezetés. Tapiska szépen veszi át. Bojtos. Az jó lehet Mezeinek, feltéve, hogyha Mezei utol tudja érni. Mezei utol éri. És annyira nem is kellett megszakadni ezért. Katona. Katona. Katona indul el befelé. Katona. Egyről nem veszik túl komolyan. Aztán Köncei az, aki megállítja. Huszár. Némi ügyjel bajjal, de eltakarítja. Mi az ítélet? Szabadrugás. Megint mire? Lehet, hogy a két szép szemükre, mert másra nagyon nem járhatott. Na mindegy, Ardai. Egy hosszú indítás Vida irányába. Vida most folyan meg tudja oldani. Hát egy szögletet kiharcol. Mondjuk szerintem ez volt a maximum, amit ebből a szituációból ki lehetett hozni. Regics jön megint a sarokrugást elvégezni. Jönnek előre Hardajék a védelem tengelyéből. Regics beinteget. Most jön a labda. Sikerül megcsúsztatni. Na, kié lesz? Jones. Alá löbbölt. El kéne takarítsuk onnan, Katona. Úgy van. A cél szentesíti az eszközt, egy jó nagyot belerúg a labdába, és nem is megy az még ki. Tapiska bent tudja tartani, érkezik Orovec középen. Orovec nagy lendülettel, Orovec második nagy lehetősége. Orovec megint nem talál kaput. Kicsit talán elkapkodta már, aztán már megtámadták volna, úgyhogy lehet, hogy ez volt a jó döntés, hogy lőtt, csak más kérdés, hogy hogy. Nyugodtan, lábon, nyugodtan! Katona labdaszerzése!
Nem sokat kellene már kibírni, bő 7 perc a rendes játékidőből plusz a ráadás. Hát egy 10 perccel még lehet számolni. Váradi. Bojtos remek ütemben indul. Na ez egy újabb meccslabda, döntsük már el. Bojtos belelövi a kapusba. Ott üres a kapu, és mellé lőjük ezt is. Mi kell még ahhoz, hogy a kapuba találjunk? Lehet, hogy be kéne gyalogolni a labdával a kapuba, vagy nem tudom, mi lenne a megoldás, de hogy lövésekkel nem fogunk gólt szerezni. Hú, na szusszanjunk egy nagyot. Kihagyjuk a kihagyhatatlanokat. Többször eldönthettük már ezt a mérkőzést, hogy eldönthettük volna. Tehát nem sikerül a kapuba találni. Huszár. Mi az ítélet? Szabad rúgás befelé. Egy kis feszültség. Nagyon jó helyről, ígéretes helyről, egy ilyen 17-18 méterről jár ez a szabadrugás. Jobblábasnak kitűnő szög, Katona Bálint pedig jobblábas, és ott van a labda mögött. Hát ezt mindenképp kapura kéne lőni, mondom én, aztán meglátjuk, hogy milyen megoldást választanak. És hát miket beszélek, nem kapura kéne lőjék, hanem kapu mellé fölé bárhova. Ennyire lehetek elfogult talán. Na nézzük Katonát. Jó, fölé száll. Így teljesül minden kívánságom. Megúsztuk. 5 perc még a rendes játékidőből. Máté Csaba még űzné, hajtaná az övéit, mert szemmel láthatóan egyre fogy a lelkesedésük és az energiájuk. Az oldalon pedig lesz egy újabb csere, Tóth József fog érkezni majd hármassal, még nem tudjuk kinek a helyére, az meglepetés lesz. Bojtos nagyon szépen, Vida mellett, Tapiska jön neki segíteni, Tapiska leviszi a szöglet zászlóhoz. És teszi középre, Orovecnek ez jó. Ez 11-es. Mi a 11-es, ha nem ez? Kérem szépen! Ez egyértelmű 11-es kellett volna, hogy legyen. Hát mi történik itt? Bojtos. Elmaradt 11-es, kimaradt lehetőségek. Nehogy ez mind megbosszulja magát a végén, de nem fogok itt károgni. Nagyon bízom benne, hogy sikerül megőrizni az előnyünket, és itthon tartjuk a 3 pontot a játék képe alapján, egyértelműen rászolgálnánk. Mint a második fél időben, ugye nekünk voltak a jóval nagyobb lehetőségeink. Dudánszki. Orovec csúsztatja meg, lehet is még menni, kicsit tűzni hajtani az embert, Könceit. Ardai kapja. Pocsik. Katona. Tapiska. Szépen oldják meg eddig Mezei. Bojtosnak kéne elindulni, igen, de ő lesen helyezkedik jelenleg, utána meg már nem tudtuk megjátszani. Jones, Váradi labda szerzése. Váradi mindig jókor van jó helyen, ez is megfigyelhető. Orovecnek rá kéne startolni erre a labdára és megzavarni Ardait. Arra jó volt, hogy
hátra került a labda. Jones szépen szelidíti meg. Orosz húzza, vonja, de Jones nem lehet felborítani ilyen könnyen. Leandro. Jó, ez így megvan Bojtosnak. Orovecet viszont nagyon könnyedén elválasztják a labdától. Bojtos, ez így jó. Ardai bent tartják, de ez így Tapiskának jó, most kéne menni. Mezei Oliver kapja a túloldalon. Szabadrugást kapnak a vendégek. És jöhet az újabb csere hazai oldalon. Hova jön a játékvezető ezzel a sárga lappal? Kispadon kap valaki sárga lapot. Bocsa Zsolt valószínűleg a büntetett. De ebben nem vagyok teljesen biztos. Könyvelni kell, azért áll a játék. Egyébként belül vagyunk az utolsó percen, tehát a 90. percben járunk már. Bojtos Tamás megy le. Teszi mindezt a túloldalon. A helyére érkezik Tóth József. Ez így mondjuk nem teljesen pontos, hiszen nem azon a nem abban a pozícióban fog játszani, amelyben Bojtos, hanem a védelemben jön Tóth József, tehát kicsit át kell szervezni a csapatot erre a pár másodperce plusz a hosszabbításra, amit nem tudunk, hogy mennyi. Nem láttam volna, hogy jelezte volna a játékvezető, Huszár. Úgy van, az szép volt, abban volt kakaó. Őri, merre veszi? Mennyi a hosszabbítás? Nem tudjuk, meglepetés lesz. Leandro esik el, nagyon könnyen adta meg magát. Katona. Sikerült némi zavart keltenie, de a labdát nem tudjuk aztán megtartani. Jones. Orosz. Szabó. Vida kapja viszonylag tisztán a bal oldalon. Orosz néz vele farkas szemet, Jones. Most kicsit beszorulunk, kicsit nagyon. Szabó, legyen már meg a labda. Ludánszki. Ludánszki indul el. Orovecnek lehet futni. Futóverseny. És Orovec labdát szerez. Szabályosnak minősítik a labda szerzését. Orovec. Most teszi középre. Vida. Veszelovszki jön és eltakarít mindent és mindenkit az útjából. Legyen az labda vagy baba. Egy távoli lövés, ez jócskán elkerül a kaput. Meg lehet nyugodni talán. Egy perc lehet a hátra lévő idő, most a pályáról kapjuk az információt, ez kérdés, hogy mennyire hiteles. Bízunk benne, hogy az, és akkor ezt már sikerül kibekkelni. Veszelovszki kirúgása. Huszár aprócska szabálytalansága, lefújja a játékvezető. Jár a szabadrugás. Minden mezőnyjátékos most a hazai térfélen. Vajon meddig engedi még? Én már lefújnám. Meg vagyunk így ezzel itt egy páran.
Most jön a beadás. Jó, ez így Veselovszkijé. Ráfekszik a labdára. Szerintem Veselovszkit annyi másodpercet csal el, amennyit csak tud. És a játékvezető véget is vet a mérkőzésnek, és azt kell mondjam, hogy teljesen megérdemelt hazai győzelem születik, hiszen az első félidőben sikerült kétszer is bevenni a vendég ferencvárosiak kapuját. Először Molnár Ádin talált be. Majd Bojtos Tamás ugye a 47-ben megduplázta az előnyt, rögtön a második félidő elején jött a szépítő találat Pócsik Botond révén, de arra már nem volt ereje a vendégeknek, hogy egyenlítsenek, vagy adott esetben megfordítsák a mérkőzés állását, így az ígyszerek sokaságát kihagyó vásárhelyi csapat mindent egybe vetve és összevetve megérdemelt győzelmet arat, tehát még egyszer a végeredmény Hódmezővásári FC FTC 2-1. Hűvös Oszkár operatőr kollégámnak is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csáki Márton voltam a Városi Stadionból, a viszontlátásra, viszonthallásra. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Itt sokat öregettem a kispadon sajnos, mert rengeteg olyan adódó lehetőség volt, főleg a második fél időbe. Annak viszont nagyon örültem, hogy egy nagyon masszív védekezés produkált a csapat, próbáltuk azokat a területeket lezárni, amit úgy gondoltunk így előzetesen, hogy veszélyforrások lehetnek a kapunk számára, és hát ez volt a fő taktikai célkitűzés, hogy a megszerzett labdákkal a lehető leggyorsabban az ellenfél kapuja felé megindulni, és abból gólhelyzeteket kialakítani. Hát számtalan gólszerzési lehetőségünk volt a második fél időbe. Ettől függetlenül, hogy kihagytuk őket, persze nagyon boldogok vagyunk, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot. Hétvégén vidékre látogattok. Egy újabb NB1-es fiók csapattal, a Paks 2-vel fogunk játszani. Hát ott is egy nagyon nehéz mérkőzésre készülünk, de természetesen, mivel nekünk a bemaradás a célkitűzés, minden egyes meccsen úgy kell odaállni, és nagyon büszke vagyok a csapatra, mert hétvégén is én azt gondolom, hogy egy jó játékot produkáltunk, de sajnos a utolsó passzaink nem olyanok voltak, mint ahogy azt mi előzetesen elterveztük. Én nagyon bízok benne, hogy ez a mai győzelem egy újabb lökést ad a társaság irányába, és Paks ellen is megpróbálunk meglepetést okozni.